A Deponia Kft. Munkatársai mellett a rendőrség, a polgárőrség, a közterületfelügyelet és a környezetvédelmi iroda is részt vesz a fokozott ellenőrzésben, és igyekszenek megakadályozni a guberálást és előválogatást a lomtalanítás során. Egy augusztus 1-e óta hatályos városi rendelet szerint ugyanis 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható az, aki a lomtalanítás során kihelyezett hulladékból guberál. Ennek ellenére akadnak lomisok idén is. Ez a család például háztartási cikkeket és ruhákat keresett. A gondot nem is az jelenti, hogy elviszik a kidobásra ítélt tárgyakat, sokkal inkább az, hogy sokszor szét is szórják azokat a környéken. A környezetvédelmi iroda tájékoztatása szerint eddig nem szabtak ki senkire bírságot, de folyamatosan ellenőriznek. Ugye akit tetten érnek a közterületfelügyelők, a környezetvédelmi iroda dolgozói, a polgárőrök, illetve a rendőrségnek a illetékesei, felveszi az adataikat, fénykép is készül az elkövetés tényéről, és utána hatósági határozatot hoz a polgármesteri hivatal. Idén egyébként kevesebb feleslegessé vált holmit tesznek ki a fehérváriak az utcára. A lomtalanítás a városban október 30-áig tart. A városrészekben esedékes szemétszállításról mindenki a város honlapján informálódhat.